Ma még a nyár óta megszokott egysávon haladtak az autók az Agyva hídon. A forgalmat a lezárás óta jelzőlámpák irányítják, azonban ezekre jövő hét hétfőtől már nem lesz szükség. A szakemberek ma délelőtt már az új kandelláberek üzembe helyezését, illetve az utolsó műszaki méréseket végezték. Pillanatnyilag az utolsó simításokat végzik a hídfelújításon a vállalkozók és az alvállalkozók. Hátra van még a burkolati jeleknek a felfestése, amihez sajnos az elmúlt napok időjárása nem igazán kedvezett, mert esős időben ezt nem lehet megoldani, illetve olyan simítási munkák folynak most, amelyek nagy valószínűséggel a hétfői műszaki átadás megkezdéséig befejeződnek. Új aszfaltburkolat és biztonsági korlát. A híd látszatra teljesen megújult, azonban az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a forgalom által használt 9 méteres szakasz változatlan maradt. Fejér Andor azt is hozzátette, hogy a fennmaradt hibák kijavítására az átadó után a kivitelezőnek még 30 napja van. Amennyiben tapasztalnak majd elmaradott, esetleg nem megfelelő minőségben megvalósult munkák, azoknak a jegyzőkönyvezése megtörténik, és erre a kivitelezőnek van még 30 napja, hogy ezt elvégezze. A dolgok mai állása szerint a hétfői kétszer egysávos forgalom elindulhat a hídon, és tulajdonképpen az esetleges fennmaradó munkák elvégezhetőek kétsávos forgalom mellett is. A kivitelező és az önkormányzat közötti műszaki átadás hétfőn a délutáni órákban várható.